1 perc 20 másodperc van még hátra a szünetből. Már gyülekeznek a játékosok a kispadoknál. Hát egy érdekes második negyedet láttunk. 2,5 perc alatt bekezdett a Nyíregyháza egy 0-9-es rohanással. A körmendiek kapkodták a fejüket pályán és nézőtéren, mondhatjuk így. Jött Hencsei Tamás időkérése, és jöttek a cserék. És jött a változás, utána 7,5 perc alatt kapott mindössze 4 pontot a körmend. És dobott 17 pontot a hazai csapat. 17-13 lett tehát a második negyed, 24-20-as első után. Mindkét negyedet, tehát 4-jel nyerte a hazai csapat. Elamin és Viszek újra a pályán, marad Fodor, ott van Rakocsevics és Ferenc. Az amerikai fiúk kaptak egy kis leckét az összjátékból. Reméljük, hogy jó hatással volt rájuk ez a 6-7 perc, amit itt láthattak. A többiektől egy kis teszt még az órával. Szól a duda. Mehet, folytatódhat a mérkőzés tehát. A nyíregyháziak kezdhetik a harmadik negyedet, hiszen ugye a másodikban volt egy feldobás helyzet, ami a körmendnek kedvezett, és akkor váltott vissza a váltakozó labdabirtoklás előnye a vendégek javára. Walker, Mohácsi, hoppá, Dojn és Fodor a földön. Fodoré a hiba, mutatja Boros Tamás, hogy megfogta Dojnt. Fodor Gergely második hibája volt ez. Egyelőre nincs kettőnél több senkinek. Dojn dobhatja be. 41-33 tehát az állás a szünet után. Dojn hátra Walkerig. Bolyák. Elamin megy bele. Hol adott egy szép blokkot, de Bolyák elrontja a dobást. Viszek lódulhat meg. Elamin kapja. A másik oldalon Rakocsevics, és itt az aléjuk. 43-33, ez szép támadás volt. A körmendő a labda. 43-33. Viszek. Ferenc kérte volna, egyelőre nem kapta. Fodor próbál szabadulni. Ferenc kapja. Elamin. Ferenc. Ferenc törve. Van egy ütközés, nincs ítélet. Viszeki a lecsorgó. Fodor kéri el hármasra, odaér Walker. Viszek. Rakocsevics. Most látszik, hogy igyekeznek folyamatos játékot játszani a légiósok is. És végül Ferenc Csaba fejezi be pontokkal ezt az akciót, 7-nél tart. Ferenc 45-33. Kis takarításra van szükség, de már is mehet tovább a játék. Szegeden nagyon szoros a meccs, a szünetben a Szeged 41-39-re vezet a Jászberény ellen. A szombathelyek viszont nagyon bekezdtek az Ete ellen. Fél órával később kezdődött az a meccs, most 34-26. Dojn. Szép passz. Mohácsihoz, aki ezzel 7 pontos, 45-35. Elamin. Rakocsevics. Viszek mutatja magát, de nem jut el hozzá a labda. Walker csípi el. Rakocsevics állítja meg egy faltal a nyíregyházi akciót. Neki is a második hibája. Walker. Dojn.
Jó a tempója. 10 pontos Doin. Walker 11-nél tart. Hiszek. Elamin kapja. Körmendben még nincs 10 pontos játékos, és ezt a paszt is ellopja Cseh. Ferenc próbálta visszaszerezni, de nem sikerül. Doin 45-37 tehát, és még közelebb zárkózhat a Nyíregyháza. Csere lesz a vendégeknél, Jakab Péter Elber. Olyák helyére. És Fodor Gergelynek ez már a harmadik hibája volt. Walker. Walker elhagyja a labdát, jöhet a Körmend. Kapitány Gellért azt mondja, hogy a Körmendi a labda, a török Robert a sípjába fúj. A vendégek a berúgásra. Walker kapja Jakabtól. Doin. Rossz Doin dobása, Fodor védekezett szorosan jól. Elamin. Faltal együtt dobja be Mohamed Elamin. Ő az első körmendi játékos, aki eléri a tizet, és még egyet hozzátehet. 47-37. Mohácsi első hibáját jegyezték be, és a csapatnak is, a nyíregyháziaknak ebben a játék részben az elsőt. Elámény bedobja a plusz egyet, és 11-nél tart, 48-37. Walker. Jakabot küldte el Walker, Doin. Mohácsi tovább, Jakab most már a másik oldalon. Mohácsi, Walker. Ketten is itt voltak a körmendiek. Mert tovább. Hiszek. És a sportszerűtlen hiba, mert valóban egy zicsert akadályozott meg ezzel a faltal a játékos, Mohácsi. Második hibája, egy sportszerűtlen falt. Hiszek dobhat kettőt, az első bent van, ő is eléri a tizet. És a 11-et is. Eddig még nem rontott büntetőt a Körmend. 7-ből 7 a mérleg. 50-37. Viszek megy közelebb, hogy elvégezze a bedobást, Elamin kapja. Újra Viszek. 13 pont a körmendi előny. Ferenc. Elamin. Elvállalja a dobást, ami rövid, és ki lesz a labda, Walker. Csípte el. Rakocsavics nem bántja. Doin teszi tovább. Mohácsi hármasa lejön. Fodor. Marad az 50-37. Rakocsavics fölteszi kosár, nincs faltam. Nyíregyházi időkérés, hiszen 13-mal vezet, és büntetőket dobhat a Körmend, ráadásul Doin a harmadik hibáját kapta meg. Valamivel több, mint 6 perc és 7 másodperc van hátra. A harmadik negyedből, mert van még egy fél is, mármint fél másodperc, Rakocsavics büntetőzhet. Az első, ami kimarad ebből a műfajból, körmendi részről a mai mérkőzésem. Aztán a második is lejön, és a lepattanó Cseh György kezében landol, így marad a 13 közte. Doin hátra, Walker. Területet véd most a Körmend. Walker, és beszélnek a játékosok.
úgy, ahogy azt tanítják, Rakocsevics egy gyönyörű blokk, de Cseh kezébe landol a labda, aztán Fodor blokkol és letelik a támadó idő. Két blokk, egy kivédekezett támadás. Na ez már tetszik a hazai publikumnak. Elamin, tiszta zicser. 13 pontos Elamin, 52-37, 5 és fél perc még. Doin. Mohácsi. Jakab. Doin. Mohácsi kapja hármasra, és be is vágja. 10 pontos már Mohácsi, a második hármasa volt, 52-40. Hoppá, Fodor esik el Mohácsi lábában, aki meg is fogja még, hogy nehogy nagyobb baj legyen a dologból. Nem volt tehát semmi szándékosság a dologban, sőt Mohácsi még sportszerű is volt. Oldalról jöhet a körment, van még 8 másodperc a támadó időből. Ferenc. Elindul a gyűrű felé, Ferenc Csaba, és Rakocsevics másodszorra teszi vissza a lepattanót. 54-40. Poker. Cseh, Rakocsevics lábára mehet tovább. Vétlen volt a dolog. Ferenc, hoppá. Poker. Kapja a személyhibát, és most jön Kusnyer a körmentben, a másik oldalon pedig Poják áll vissza. Ferenc Csaba a vonalon most. Fodor Gergely helyett áll be Kusnyer. És Cseh György helyére Poják. Geri-Geri, Fodor Geri így a bíztatás a nézőtérről, és megköszönik a kapitánynak a játékát. Sokat hozott Fodor Gergely beállása a körmennek a második negyedben. Ferenc Csaba büntetője bent van, ezzel ő 8 pontos. Plusz 17 Fodor Gergely neve mellett, tehát amíg ő a pályán volt, addig 17 pontos előny szorgoskodott össze a körmend. 17-tel volt jobb az ellenfelénél abban az időszakban, és ez figyelemre méltó. Ferenc 9 pontos, 56-40. Jakab távolról 2 pontért az első pontjait szerzi. Viszek. Rakocsevics, jó volt a hátrapassz, 8 pontos. Zsárkó Rakocsevics ugye annak idején a Nyíregyháza ellen félelmetes statisztikát produkált az itthoni meccsen. 34 pont, Jakab Zitzer, Doin köcizi vissza. Doin 12 pontos, 58-44 az állás. Viszek. Aztán majd mindjárt mondom, hogy mit produkált Rakocsevics, mert éppen most Kusnyer dobja a második tripláját, és ő akkor ugye 5-3-asig jutott. Rakocsevics pedig 11 lepattanott, 8 blokkot és 5 szerzett labdát. 3 pontos Walkertől. És ezzel Walker 14-nél tart. Javult triplában a Nyíregyháza. Sokáig 9-ből 1-3-asuk volt. Most már 12-ből 3 a statisztikában, szerintem már 4. Hiszen volt Mohácsinak 2, de igen, ez 3. 12-ből 3, ez se fényes, de jobb, mint a 9-1. Doin negyedik hibája, és ez nem jön jól a vendégeknek. Kósál be.
4 kiharcolt hiba mellett 4 saját személye van Dojnak. Kevesebb mint 3 perc a harmadik negyedből, Viszek büntetőzhet majd. 14 pontos kör Mendi vezetésnél. Viszek első büntetője rövid. A második bent van, 12 pontos az irányító. 62-47. Walker. Marad a zóna a körmennél. Walker egy újabb hármas, ez is bent van. Így nem biztos, hogy sokáig marad a zóna. 62-50. Kusnyer. Róla megy ki, Nyíregyházia ki a labda. Körmendi időkérés, érzi Hencsei Tamás is, hogy valamit tenni kell, nehogy a maga biztos előny gyorsan fogyásnak induljon. Walker 62-50-nél tehát, két Walker hármassal közelebb lopózott a Nyíregyháza, és még közelebb jöhetnek, ha Jakab távolija ül, és ül. 5 pontos Jakab Péter, 3 gyors tripla, 62-53. Vissza. Ez is egy hármas. Kusnyer a harmadik triplája. Ott is egy hármas. Na, hát igazi tripla parádé, Walker már 20 pontos. 65-56. Kutasi fog beállni. Dobás után Szemviszek büntetőzhet. 1 perc 41 másodperc még. Ezen 3 pontos vissza. 66-56 a táblán. A második is jó, 14 pontos vissza, és most jön a helyére Kutasi. Walker. 67-56. Olyák, Walker. Másfél perc még a harmadik negyedből. Ohácsi. Elüti Rakocsevic. Ferenc fordul le. Elamin. Megint jön a passz Rakocsevichez, aki behúzza. 10 pontos. Zárko Rakocsevic. 69-56. Ugyanúgy Elamin adta fel neki, ahogy korábban a fél idő, a második fél idő legelején. Jó védekezés, Kutasi, Walker jut oda. Belül vagyunk az utolsó percen a harmadik negyedben, 69-56-nál. Kutasi dobhat 2-t. Az első bent van, 3 pontos Kutasi, 70-56. Ez is bent van, cson nélkül. Rakocsevic helyére jön Sömenek. 71-56. Olyák. Walker. Ez a tripla nem jó, és Elamini a lepattanó. Félszemmel hátrafele is tekintget Elamin.
Sömene ki a lepattanó, és ez bent van. Sömenek és Polyák ütközött. Sömenek oda megy elnézést kérni, aztán fölsegíti Polyákot. 73-56. Polyák. Walker kapja megint hármasra. Ez sem jó, a lepattanó viszont Jakabé. Walker végigjátszhatja a negyedet most már a Nyíregyháza. 10 másodperc van hátra, és van még egy mezőnyfajtja a körmennek. Kutasi. Nincs fajt, Walkerről megy ki a labda, nem kellett a mezőnyfajtot beütni, és közben Sitku Ernő kap egy technikait Boros Tamástól, azt reklamált, hogy faltot kellett volna Kutasi ellen fújni. Nem a körmennek adni a labdát. Hát határeset volt a dolog. Lehetett volna szerintem is Kutasi Gergely ellen személyi hibát fújni. Minden esetre technikai a dolog vége. Kusnyer, rövid az első. A második bent van. 12 pontos Kusnyer. És 6 másodperc van még. Elamin kéri el. Valószínűleg ő fogja befejezni. Nem. Ferenc kapja hármasra. Rövid. Marad a 74-56, de ez már tekintélyesnek mondható körmendi előny, innen folytatjuk mindjárt. 18 pontos hazai előnynél Kutasi dobhatta be a labdát. Hoppá, Ferenc visszapattan, Kutasihoz nem értették meg egymást. Oldalvonalon túl a labda, maradt tehát a 74-56, és a nyíregyháziak támadhatnak. Egy újabb hármas, ami nem jön be, gyönyörű szépen tette vissza Walker. Derek Hallhoz ez a légpassz, ez élményszámba ment. 5 pontos Hall, 74-58. Kutasi. Ferenc. Elamin. Bevállalja a hármast Elamin, de nem jó. Sömenek megy a lepattanóért, Kusnyer húzza vissza, de már kint volt, azt mutatja Boros Tamás. Walker, Jakab, Polyák. Újra Walker. Sömenek lépett ki rá, és egy kicsit nehezítette a dolgát, Kutasi a hiba. A második személye. Walker kapja. Szura Attila is kihúzva egyébként a nyíregyházi népsorból. 10 játékossal neveztek erre a meccsre a vendégek. Walker harcol ki megint egy hibát. És megint Kutasi, aki kapja. Sitku Ernő mutatja, hogy az imént ő kapott technikait, amikor reklamálta az ütközést, most hasonló vagy. Talán egy kicsit szolidabb ütközésekért kap két személyi gyorsan Kutasi. Walker pedig belobja az elsőt és a másodikat is. 22 pontos már, 74-60. Elamin. Ferenc. Polyák próbál labdát csenni. Nem sok híja volt, 10 másodperc még. Sömenek, elakad egy lábban, hiába indul be a gyűrű felé. Személyhiba a dolog vége. Jakab kapja a faltot, és Ferenc meg a pihenőt, vissza Rakocsevics a körmendben. Kutasi. Kusnyer teszi vissza, Elamin. Jön Sömenek, 4 másodperc még, Elamin elküldi a védőt és bedobja a hármast. Ezt nagyon tudja Muhammed Elamin, 16 pontos, 77-60. A
Lépéshibát reklamál a körmendi publikum. Mohácsi Máté él a lehetőséggel, szépen csinálta a 12 pontos, 77-62. Elamin kapja a szélen. Kusnyer. Elamin befűzi Jakabot, aztán leosztja Rakocsevicsnek, aki elsőre kihagyja, aztán másodikra bedobja. Nagy sikoly, mintha a bajnoki cím múlt volna rajta. 79-62, Elamin jut oda. Walker szépen csinálta. 24 pontos, átdobta még Rakocsevicset is. Peregnek a másodpercek, Elamin dobja majd be, Kutasi kapja. 7-20 még a végéig, Elamin. 79-64. Elamin végigviszi és be is dobja. Kusnyer kérte volna kint a vonal mellett, de Elamin bevitte és bedobta. 18 pontos már Elamin. Walker. Hall kapta tempóra, és Rakocsevicsről megy ki. Itt támadhat tovább a vendégcsapat. Több mint 3 perc telt el a negyedik negyedből. Jön vissza Doin, és jön vissza Sonyák. Előbbi Mohácsit, utóbbi Kusnyert váltja. Walker. Doin pöcije sem jó, és ki a hiba. Elaminé. A harmadik személy hibája neki is. Doin első büntetője kimarad. Ez volt a 7. büntetője a Nyíregyházának, amiből eddig 4 volt jó. 8-ból 5. Doin 13 pontos. Elamin, 81-65 az állás. Sonyák. Elamin, Rakocsevic, Kutasi. Vissza Rakocsevic, ez gyönyörű 2-2. Rakocsevic zsákol egy hatalmas, 16 pontos. 83-65. Hol tempó, és Polyák viszi el a labdát. Doin ellépte. Az elején veszélyes fegyvernek tűnt Doin pozícióban, a körmendi palánk alatt. Kapitány Gellért megy oda a zsűri asztalhoz. Aztán mehet tovább a meccs. Elamin. Doin megy bele, Elamin végigviszi, aztán kihagyja. Walker. Ő bedobja. 26 pontos Walker. 83-67. Megint megszerzik a labdát a nyíregyháziak, és megint Walker fejezi be. 28 pontos már, 83-69. Körmendi időkérés. Sonyák Béla dobhatja be majd a labdát. Viszak próbál szabadulni, Ferenc is jön segíteni, letámad megint a Nyíregyháza, érzik a lehetőséget, talán még a vendégek, hogy esetleg most még lehet az utolsó 5,5 percben valamit keresni, 14 pont a különbség. Ennyivel vezet a körben. Sonyák, Rakocsevics.
Megjáratja a Körmend a labdát, viszek. Beviszi. Kosár nincs, falt van. Walker. Harmadik hibáját írják ki a táblára, illetve írják be a jegyzőkönyvbe. Viszek dobhat kettőt. Egy picit bosszus volt Hencsei Tamás, mert az ilyet általában bedobják a játékosok, és góljó plusz egy a dolog vége. Így viszont kimarad az első büntető. Jön egy kis biztatás Csétorna Viszeknek. És a második bent is van, 15 pontos ő. 84-69 Walker. Polyák egy leütés után egy tempó. 6 pontos Polyák László. 84-71. Viszek. Hátradőlni még nem lehet. Rakocsevics. Elamin. 5 perc még a meccsből. Doyne megint kiállt egy hatalmasat. Ferenc megdob egy 3 pontos, 12-nél ter. 87-71. Rakocsevics jut oda. Doyne kiáltásait parodizálja a körmendi publikum. William Walker már a 29. pontját szerezte, és meg lehet a 30. is, meg is van neki. 87-73. Viszek. Majdnem elvitte a lendület. Sonyák. Viszek újra. Viszek törbe szépen határozottan. Látta, hogy hátat fordít a gyűrű alatti védő. 89-73. Walker. Jakab. Doyne. Komolyan cinkelik a körmendi nézők. Polyák 3 pontos. 89-76. Viszek. Már a 7. nyíregyházi tripla ült. Feladta volna Viszek Rakocsevicsnek, de Rakocsevics most erre nem figyelt. Walker. 32 pontos. 3 perc 42 másodperc, még 89-78, és visszaszerzi a labdát a Nyíregyháza megint. Hát nem szabad még hátradőlni, azért mondom, 3,5 perc az még sok. Doyne 3-asa nem jó. 89-78 marad. Viszek. Sonyák kapja hármasra. Nem jó. Rakocsevicsi a lepattanó, és így be is zsákolja az árkó Rakocsevics. 18 pontos. 91-78. 3 perc még. Walker. Jakab egy újabb 3 pontos, de ez nem jó. Ferencé. Elamin. Muhammad Elamin. Fel sem nézett, úgy dobta be. 20 pontos. 93-78. 15 most közte Walker. Elrontja Walker. A nehezét megcsinálta Ferenc Csaba. Ő meg még visszahúzza. Oppá, de Jakab a nevető harmadik, aki ebből az ígyszer dob. Lehet a Polyák, bocsánat. 11 pontos, de hogy Jakab Polyák volt. Ferenc kapja. Viszek. Átviszi határozottan a támadó térfélre, 93-80-nál. Sonyák kilépett, azt mutatja kapitány Gellért játékvezető. Jön Kutasi. Sonyák megy le. És beáll Kocsis Tamás. Ferenc Csaba is lemegy.
Rebenár Péter, tehát ahogy említettem, a meccs elején beteg. Mi hamarabbi gyógyulást, jobbulást kívánunk neki innen is. Doin saját lepattanóját igyekszik visszaszerezni, Polyáknak sikerül. Kutasi nem érti, hogy most miért őt szúrta ki kapitány Gellért, a negyedik hibáját kapja Kutasi, alig hogy beállt. Doinnak mond valamit Sitku Ernő még. 1 perc 46 másodperc van hátra. 2 csapat személye van mindössze a Nyíregyházának ebben a játék részben. 15-15 a személyhibák aránya jelen pillanatban. Polyák első büntetője kimarad. Marad a 93-80. A második már bent van. 93-81 Polyák. 12 pontos. Viszek. Rakocsevics kap egy feladást, és most Viszektől is összejön. 20 pontos Rakocsevics. 95-81 Polyák. Hol? Tisztán marad, nem jó a tempó, és a lepattanó Kocsisé. Jakabé a személyi hiba ütésért. Neki a második csapatának a harmadik. Hol lemegy, és beáll Skorcov Gergő. Mind a 10 nevezett nyíregyházi játékos tehát pályára lép. Ahogy körmenden, mert nincs mind a 11. Viszek, Rakocsevics, Viszek kapja vissza, de Walker lefüleli. Nem jutott el. Hoppá, Rakocsevics takarja be Doin. Rakocsevics kezdi azt csinálni, amit annak idején a Nyíregyház ellen. Önnek a blokkok, a zsákok. Olyák hármas, nem jó. Rakocsevics jön lepattanó. Elamin kapja, 95-81. 50 másodperc még, Elamin. Küzdött, próbálkozott mindennel a Nyíregyháza, de a körmend ma is jobb volt. Viszek fejezi be eredményesen az akciót. Én azt hiszem, hogy helyt álltak ezen a találkozón a vendégek. Walker pedig mondhatni extrát nyújtott, de ez kevés volt a meglepetés. Ez körmenden 34 pontos már Walker. Elamin, fél perc még, már annyi sincs. 97-83. Elamin viszi végig, és nincs bent. Így nincs gól, jó plusz egy, meg lehetett volna akár a 100 is egy jó büntetővel. Skorcov Gergő kapta az első hibáját. Viszont egy pontos Elamin. Most már 22, 99-83, Walker faltra biztatja a tábor, hogy legyen idő, lehetőség a százat megdobni, Doin dobja be, 15 pontos Doin, Viszek, 12 másodperc még, felhördül a közönség, hogy ne nézegessen, hanem igyekezzen megcsinálni a századikat, és Viszek megcsinálja, 21 pontos, 101-85, Polyák, Walker, ez még jó, ő 36 pontnál tart, 101-87, tehát a vége. Hát mondhatjuk, hogy egy érdekes mérkőzés volt, néha szép jelenetekkel, néha bosszantó hibákkal, rossz időszakok is voltak benne, talán mindkét csapat szempontjából. A körmendiek örülhetnek jobban egy nem túl magas színvonalú, de néha tényleg azért szép dolgokat is hozó találkozó után. Így tehát a körmend megtöri a kétmeccses nyeretlenségi sorozatát, és egy újabb találkozón tud nyerni. Az elsőn a középszakaszban, a következő fordulóban a körmend lesz a szabadnapos. Aztán március 19-én Szegedre kell mennie a piros-feketéknek, utána pedig 22-én fogadják a Falkó Trend Optika KC Szombathely csapatát. Természetesen arról a meccsről is majd a Szombathely elleniről jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
a viszontlátásra, a viszonthallásra a körmendi csapat örömének képeivel.